Sziasztok, én Bacskai Péter vagyok az IBI-től, vendéglátom pedig nem más, mint Bognár Gergő. Aki nem ismerné Gergőt, annak egy pár mondatban szeretném őt bemutatni, hiszen Gergő ezer szállal kötődik a testépítéshez, a testépítő versenyzéshez. A mai beszélgetésünk apropója pedig nem más, mint az, hogy Gergő is csatlakozik az IBI csapatához. A testépítés fitness sportoktató képzésünkön lesz az egyik vendégelőadónk, akitől a testépítés kulisszatitkairól hallotok majd. Na de mégis hogyan kötődik Gergő a testépítés világához? Hát részben igazán sikeres testépítő versenyzői karriert tudhat maga mögött, ezzel párhuzamosan, mint versenyfelkészítő edző, mondhatjuk, hogy nem kevésbé voltál sikeres, jelenleg pedig a testépítő versenyek világában, mondhatjuk, hogy üzletemberként mozogsz, gyakorlatilag a céged megkerülhetetlen része a testépítő versenyzésnek, hiszen barnítással, versenyruházattal, táplálékkiegészítőkkel, kozmetikumokkal szolgáljátok ki a testépítő versenyzőknek mondhatni minden igényét. Hát Péter, egy ilyen bevezető után nehéz újat mondanom itt a kedves nézőknek. Sziasztok! Próbáltalak minden jobban körülírni. Igen, sikerült. Köszöntök én is mindenkit, engem Bognár Gergőnek hívnak, 2001-ben kezdtem el az edzést, és azóta is aktívan művelem ezt. Magát a versenyzést 2004-ben kezdtem el, egészen 10 éves aktív versenyzői pályafutást tudhatok magam mögött, és alapvetően egy ilyen 2013-ban kezdtem el kivonulni az aktív versenyzők táborából, de azért a 10 év alatt történt egymás, amire büszke vagyok, többek között a junior pályafutásomra, ami a korai kezdésből adódóan. Igen, itt ne arra úgy, hogy a szabadba vágok, de szeretném elmesélni első testépítő verseny élményemet, ugye biztos mindenkinek, akit egy kicsit is a testépítés világa az magával ragadott, emlékezetes az első alkalom, amikor élőben találkozik a versenyzőkkel, élőben látja őket a színpadon. Nekem az első ilyen élményem az a 2005-ös Superbody volt, ahol, hogyha jól emlékszem, akkor a tínédzser kategóriát elég magasan nyerted. Igen, akkor a Superbody és a Magyar Bajnokság egy rendezvényen lett lebonyolítva, és akkor azon a versenyen a tínédzsernek hívott junior kategóriát megnyertem abszolútban. Akkor még a Superbody abszolútban talán második helyen végeztem, aztán 2006-ban ez sikerült megnyernem tínédzser kategóriából, ami akkor egy ilyen nagy dolognak számított, és talán a Németh Istvánon kívül nem is nagyon sikerült ez másnak addig. Úgyhogy ezzel a eredménnyel mindenféleképpen felhívtam magamra a figyelmet, a szakma figyelmét, de visszatérve a 2005-ös évre, ugye az már a második versenyében volt, 2004-ben kezdtem el versenyezni, és már akkor ugye junior magyar bajnok lettem, akkor még Tisza Kupa néven futott. Egy viszonylag erős kezdéssel indított el a verseny. Igen, én nagyon, tehát az első junior évek azok nagyon sikeresek voltak, és ezekkel az eredményekkel alapoztam meg a későbbi felnőtt karrieremet, amit bár egy picit hosszabbnak, vagy hosszabbra terveztem, vagy gondoltam akkor, de az élet egy más irányba vitt, és talán ez nem is olyan nagy gond így utólag visszanézve. Nyilván az embernek döntéseket kell hozni, az ember öregszik, változnak a prioritások, de talán erről egy picit majd később ejtünk szót. A lényeg, hogy én nagyon elégedett vagyok a versenyzői karrieremmel. Nyilván lehetett volna ezt még fokozni, még több versenyt megnyerni, még bezsebelni egy-két világbajnoki címet. Gergő, azért még egy pár állomást emeljünk itt a versenyzői karrieredből, hiszen nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi porondon is megméretted magad.
a későbbiekben, tehát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a profi beválásnak az előszobájában kopogtattál az ajtón, amikor végül is a csúcson abba hagytad. Egy pár emlékezetes momentumot még emelj ki, kérlek. Igen, ugye a junior karrierem után, amikor a felnőtt mezőnybe beléptem, akkor is még a felnőtt mezőnyben nagyon-nagyon fiatalnak számítottam, akkor felfigyelt rám, illetve a magyar testépítőkre, többek közt Tóth Danira is, akkor lettünk másodjára csapattagok, ugye, egy másik cég képviseletében, ez volt a Best Buddy, ami egy német cég volt, aki szponzorált minket, és hát ott a szerződésemben benne volt, hogy az IFBB profi státuszt egy-két éven belül meg kell ugorjam, el kell érjem. Tehát ezt konkrétan ti le is írtátok, így van, hogy ez a így cél. Van, uh-huh. Így van, és az Arnold Classic akkor még egyedüli, reális célkitűzés erre csak az Arnold Classic, az amerikai Arnold Classicnak a megnyerése, vagy a kategória győzelme volt. Ez jogosította a profi kártya megszerzésére. Így van, akkor még nem voltak pro kvalifikálók Európában és szerte a világban, akkor picit még más uh-huh. struktúrája volt az IFBB szövetségének, és alapvetően ott kellett volna kirukolnom egy jó eredménnyel, de sajnos ott csak hetedik helyezést értem el, ami egyébként nem egy utólag nézve nem egy kudarc, ráadásul 91 kilóval ugye picit elhibáztam a súlykategóriámat, mert a mínusz 100-ba sikerült bemérlegeljek. Talán 90 mínuszban más lett volna az eredmény, de ez már igazából mindegy is. De gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez az amatőr versenyzésnek a csúcsa. Igen, volt. Akkor mindenféleképpen az volt, és ez jó eredménynek számított, de előtte azért már jó pár nemzetközi versenyt megnyertem, köztük olyan egyéb más szövetségeknek a profi versenyeit, például a WABA Pro-ban versenyeztem Molnár Petivel, Kökény Bélával, úgyhogy ezek jó időszakok voltak, ez egyébként az a 2011-12-13. És gyakorlatilag hogy nem világbajnoki címeket is. Ja, így van, elhozta. Így van. Tehát felnőttként is úgy gondolom, hogy értem el szép sikereket, talán nem annyira zajos vagy feltűnő sikereket, mint juniorként, de a junior karrierem az furcsa mód talán hosszabb volt a felnőttnél. Azonban azt felismertem, hogy az amatőr felnőtt mezőny csúcsához felnőni még nagyon sok idő, vagy a profi státusznak az elérése még jó pár év, és onnantól kezdve szinte amikor egy új lappal kezd egy sportoló, akkor egy új lendületet véve további 5-10 évet kell erre áldozni. Ekkor választás elé kerültem, és ez a felismerés az Arnold Classic nem mondom kudarcnak, uh-huh. akkor nyilván annak éltem meg, de az Arnold Classicon való nem túl fényes szereplés hozta el ezt a felismerést indirekt, direkt módon azt a döntést, hogy talán másban is tudok jó lenni, és ez pedig az üzlet, vagy éppen egy vállalkozás, tovább lépni, akár edzőként, akkor nagyon-nagyon ambicionáltam az edzősködést, és ezt ugye... És gyakorlatilag a versenyzői karriereddel párhuzamosan, mint versenyfelkészítő edző kezdtél el működni, és egy nagyon sikeres csapatot hoztál össze. Igen, ez 2010-re tehető, tehát mondhatni, hogy a karrierem utolsó harmadában kezdtem el másfajta kihívásokat is keresni, ami nem csak közvetlenül a versenyzésből adódó mindennapi challenge, hogy így mondjam. És akkor kezdtem el versenyzőkkel foglalkozni, azt tudni kell, hogy a felkészítés nálam hasonló az élet bármely más területével nagyon-nagyon precíz alapokra helyeztem. Talán ezért is volt ennyire eredményes és a csapat és egy jó image alakult ki a nevem körül etéren is, aminek nagyon örülök. Nyilván ezért megdolgozott mindenki, én is, a versenyzők is, az eredmény közös volt, és ezeket a sikereket azért jó pár világbajnokot sikerült felkészíteni, és nagyon jó eredményeket elérni. Ez a közös siker, ez nekem, bár nyilván nem olyan érzés, mint amikor neked nyújtják át az érmet és a kupát. De valahol a tiéd is a versenyző sikere, hiszen és ráadásul, közös munka. Igen. És hát ugye egy ekkora csapattal
ezt többszörösen átélhettem. Tehát nem csak én vettem át egy érmet, hanem számos versenyző megy versenyen, és ez is egyfajta nagyon pozitív sikerélmény. Más, de engem ez úgy akkor abban a időszakban talán még jobban kielégítette az ilyen térű, vagy ilyen vágyaimat, hogy így mondjam, és ez nagyon pozitív volt. Úgyhogy nagyon szerettem edzősködni, pedig nagyon-nagyon nehéz szakma, iszonyatosan nehéz szakma, és egyre nagyobb lett egyébként a konkurencia is, ami mindig motiváló, de akkor már ugye elkezdtünk barnítani 2013-ban, ugye az Arnold Classicon ért az a felismerés, hogy el kell kezdjem építeni magam más téren is, nem csak a versenyzésen. És akkor innen jött az üzleti életben való szereplésed. Először a barnítással indítottál, tehát megláttál egy piacirést gyakorlatilag itt a versenyek szervezése. Nem most hívhatjuk piacirésnek, mert itthon, idehaza még ez nem volt, de Európában is csak nyomokban. Tehát volt akkor 2-3 barnító csapat Európában, jellemzően Angliában és Skandináviában voltak csapatok, illetve Németországban volt egy, az északi államokban. Egyébként azért, mert ott magának a hétköznapi barnításnak, tehát a mindennapos UV-mentes, így van, volt kultúrája, így könnyebben leszivárgott úgymond a versenysportba. De most jelenleg már azért egy nagyon nagy, mondhatni, hogy egy hálózatot alakítottunk ki Európában, és több mint 20 csapatot kontrollálunk, és tanítottunk már be. Tehát én, ha mondjuk megkérdezik, hogy mire vagyok büszke így a sporton belül, vagy az üzleten belül, akkor nyilván az eredmények azok nagyon jó érzés visszatekinteni, hogy egy-egy versenyt megnyertem, vagy sikerült azt a fizikumot felépítenem, de a jelentőség, a sportra való úgymond hatásom, az mondjuk cégvezetőként sokkal erőteljesebb, mint mondjuk versenyzőként. Noha mondom, elégedett vagyok a karrieremmel, de hát ugye volt egy olyan pekkem, mint mondjuk a Cselacinak Phelps, hogy nekem egy Tóth Dani és Molnár Peti mellett nagyon nehéz volt akkor egy ilyen örök konkurálás. Inkább a Petivel, mert a Danival hiába is konkuráltunk, de alapvetően ő egy teljesen más szint volt, és hát ebben az időszakban kellett nekem bizonyítanom, hogy én már pedig odavaló vagyok. És úgy gondolom, hogy tényleg sikeres volt a karrier, viszont ez a fajta kihívás már egyre jobban motivált, az edzősködést is háttérbe szorította egy idő után az üzlet, és most egy nagyon, nagyon pozitív jövőképpel rendelkező, prosperáló, most már 4 cégből álló cégcsoportot vezetett. Akkor mondjuk el azt, hogy ugye indultál a barnítással, és most már nem csak a barnítás, hanem mik azok a szolgáltatások, amikkel a versenyzőket segítitek? Ugye először a termékforgalmazás volt, és a hazai helyszíni barnítás, versenybarnítás, amit aztán szép lassan, lépésről lépésre kiterjesztettünk a szomszédos országokra, és aztán kb. 2-3 éven belül itt a régióban már nagyon jó pár csapatot betanítottunk, és 2017-ben, tehát kb. Egy ilyen 4 éve figyelt föl a tevékenységemre az anyacég, a Protennek a tulajdonosa, és megkaptuk az európai forgalmazást. Nyilván ez most egy ilyen könnyen hangzik, vagy könnyűnek hangzik, hogy ezt csak így megkaptuk. De nyilván ezért kellett tenni, kellett dolgozni. Borzalmasan sokat dolgozunk, de nagyon szeretjük ezt csinálni, mert tényleg most azon túl, hogy ugye lebarnítjuk az embereket, ennek azért van egy, hogyha így hátralépek és végignézek ezen a tevékenységen, akkor tényleg valamiféle értéket vittünk a sportban, mégpedig azt, hogy egy teljesen más szintű szolgáltatást építettünk a barnítás mögé, mint amit mondjuk én magam még versenyzőként megtapasztalhattunk. Igen, ugye aki egyébként a 2010-es évek előtt járt kint versenyeken, vagy ő maga is versenyzett, az még emlékezhet arra, hogy mindenféle cipőpasztától kezdve mindenféle krémekkel próbálkoztak a versenyzők több-kevesebb sikerrel. Gyakorlatilag standardizáltátok a barnítást most már, és jelen vagytok Európa szerte, és ami szerintem egyébként még egy nagyon nagy jelentőségű tény az, hogy gyakorlatilag minden szövetséggel együtt
tudtok működni, hát ami azért valljuk meg a testépítés világában nem biztos, hogy a legegyszerűbb dolog. Igen, most nem azt mondom, hogy ez nem okoz nekünk kihívást. Én alapvetően minden szövetséget külön kezelek, és nem egyik másiknak a lencséjén keresztül nézem. Ugyanis feltételezem, hogy minden szövetség a sportolókért jött létre, és itt van a közös nevező, mert a Protein, ugye a barnítás is a sportolókért van, ez a szolgáltatás nekik lett kitalálva, nekik lett kialakítva. Így úgy gondolom, nagyon könnyen megtaláljuk a közös nevezőt, és számomra minden sportoló szövetségtől függetlenül egyenlő. Ráadásul ugye ezek a sportolók itt, ott, kb. Minden szövetségben versenyeznek, tehát nagy az átjárás, úgymond a fluktuáció a szövetségek között, így aztán nagyon sok versenyen ugyanazokkal a versenyzőkkel találkozunk. Tehát azt szoktam mondani viccesen, hogy én fehér embereket látok, akiket le kell barnítani. Engem nem érdekel, hogy ki hol versenyez. Azok pedig még barnábbak lesznek. Igen, alapvetően. Igen. Gerő, milyen más szolgáltatásokkal foglalkoztok? Még ugye ruházati termékekkel is segítitek a versenyzők megjelenését. Igen, ugye a barnítást 2013-ban kezdtük el, 2017-ben nyitottuk meg a stúdiót, felismerve azt a lehetőséget, hogy versenyruházati brendek markánsan a magyar piacon nem képviselik magukat, inkább ugye varrónők és ilyen kisebb vállalkozások voltak, akik ellátták ilyen helyi szinten a versenyzőket, akár ilyen városi szinten, ugye, és szerettünk volna egy olyan referenciaboltot a fitness versenyzőknek, egy olyan helyet, ahol mindent megtalálnak, a versenycipőtől az ékszereken át, a barnító felszerelésen keresztül, a termékeken, hát mindent konkrétan, és ugye e köré épült a két ruhabrend, a Kadupul Bikini és a Narcizó férfi versenyruházat, így most már minden kategóriának tudunk biztosítani ruházatot, és nem csak hogy tudunk és biztosítunk, hanem új szolgáltatásokat vezettünk be, mint például ruhabérlés, ilyen sem volt még Magyarországon előtte, és úgy gondolom, hogy vittünk egy olyan fajta minőséget, egy olyan standardet állítottunk, amit a magyar sportolók megérdemelnek, mert az amatőr magyar sportolók, és most már a profik között is, vagy a profikra is elmondható ez, hogy világszínvonalúak. Tehát akárhova mentünk, mi akár a Petékkel, Danékkal, hát nem vártak minket örömújongva, legalábbis a versenyzők, a szervezők nagyon szívesen, de hogyha tudták, hogy jönnek a magyarok, akkor ott minimum egy kategória győzelem, egy abszolút bajnoki cím, tehát ha Olaszországon mentünk, ha bárhova, tényleg ott taroltak a magyarok, és ez a közeg, ez a nagyon erős fitness és testépítő közeg megérdemel egy komplett szolgáltatást, egy nagyon magas színvonalú versenyruházati vonalat, egy üzletet, ami csak nekik dedikáltan készült el, és ezek vagyunk mi, ez a Showtime Studio. Hadd nyilatkozzak az IVI nevében, azt gondolom, hogy a képzésben résztvevőink is megérdemlik azt, hogy ilyen szakemberektől tanulhassanak, hiszen, mint már a bevezetőben említettem, Gergő is részt vesz majd a sportoktató, testépítés fitness sportoktató megújult képzésünkön vendégelőadóként. Hozza magával a 10 éves aktív versenyzői tapasztalatát, az 5 év versenyfelkészítő edzőként megszerzett tapasztalatát, illetve azt a rengeteg tapasztalatot, amit máig nap mint nap a versenyeken járva szereztek, és szívtok magatokba Európa szerte a profi versenyzők világában. Azt gondolom, hogy rengeteg tapasztalatot tudsz majd behozni
a képzésünkre, és én magam is izgatottan várom majd azokat a képzési napokat, ahol találkozhatunk veled. Gergő, mi az, amit te azt gondolod, hogy át tudsz majd adni a résztvevőinknek? Ugye említetted is, 10 év versenyzés alatt körülbelül 100 versenyen indultam. Mondhatni, mindent kipróbáltam, minden praktikát, metodikát magamon, majd a versenyzőimen is, ami nyilván nekem bevált. És főleg a versenyzői, a verseny felkészítői időszakomból is egy nagyon nagy tapasztalatra tudtam szert tenni, hisz nagyon sokféle versenyzőm volt, fiúk, lányok, ha testalkatot nézek, ha felkészültséget, edzettségi állapotot, tehát egy nagyon sokszínű állomány volt a, úgymond a csapatba, és arra az időszakra teszem a tapasztalataim még inkább való kiszélesedését, mert nyilván azt mindenki tudja, hogy magának mi a jó. De azt, hogyha azt a jacket akarod másra ráerőltetni, azt a kabátot akarod ráhúzni, akkor az nem biztos, hogy menni fog, itt-ott szorítani fog, lehet, hogy méretre jó, de az egy ilyen 80-90%-os eredmény, az ha igazán jó versenyző akar lenni, jó versenyfelkészítő valaki, akkor azzal nem elégedhet meg. És én ebben a 10%-ban, maradék 10%-ban voltam jó a versenyzőim, illetve az eredményeim szerint, és szerintem egy versenyfelkészítő nem csak azért, tehát attól még nem jó versenyfelkészítő valaki, hogy mondjuk óriási lexikális tudása van. Kell egy praktikus tudás is, kell egy döntéshozó képesség, kell egy pszichológiai készség is, amivel tudod motiválni a versenyzőidet, egy nehéz helyzetben jó döntést hozni, kialakítani a biztos tervet, azt elhitetni vele nem szavakkal, hanem tettekkel és jó döntésekkel, hogy benned bízhat, megbízhat és követhet szinte vakon. Ezek nagyon fontos képességek, és ettől lesz jó versenyfelkészítő valaki. És én, amikor versenyfelkészítő voltam, akkor mindig arra törekedtem, hogy ezeket a képességeket minél jobban fejlesszem, illetve birtokában legyek ezeknek. Akkor mondhatjuk, hogy ezen praktikákból fogsz majd átadni az előadásaid során valamennyit a képzésben résztvevőknek? Hát mindent megpróbálok lehetőség szerint, nem csak valamennyit, és nyilván ezen túl az étrendi része, a táplálékkiegészítés részén túl, a pózolás egy nagyon fontos része, amiben úgy gondolom, hogy kompetensen meg tudok nyilatkozni, hisz sok versenyző csak azért járt hozzám, nem is más készítette föl, de hozzám küldték, mondjuk, hogy fejlessze egy kicsit a mozgás kultúráját, de a színpadi praktikák is, nem mindegy, hogy hogy viselkedünk. Akár Tozót tudnám megemlíteni, hogy egy olyan magabiztosságot sugárzott a színpadon az Oli, ami fiatal versenyzőként nagyon motiváló dolog volt, és azt gondoltam, hogy igen, így kell viselkedni a színpadon egy bajnoknak. Aztán megláttam a Johnnyt, igen, így kell pózolni a színpadon egy bajnoknak. Tehát ez egy nagyon sok tényezős dolog, az, hogy mitől lesz sikeres versenyző valaki, és a konyha része, az étrend, az étkezés, illetve a konditermi része, az edzés, az bár egy nagyon nagy részét teszi ki a felkészülés sikerességének, de alapvetően ott még azért megint csak ott van még az az 5-10%, amit hozzá kell tenni. Ezek a nüanszok, amik kiemelnek, és amik bajnokká tehetnek. És ez a precizitás adja meg ezt az utolsó 5-10%-ot, ebben biztos, hogy nem fogok titkolózni. Gergő, én már nagyon várom az előadásodat. Köszönöm szépen, hogy vendégül láttál minket. Én is köszönöm, Péter. És elmondom nektek is, hogy október 9-én kezd a tanfolyam, még nem késő jelentkeznetek, ahogy hallottátok, a kulisszatitkait, a testépítés kulisszatitkait Bogdán Gergőtől hallhatjátok majd. Találkozzunk a képzésen. Sziasztok! Sziasztok!
there's something in the air.